Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Időközi választás Szekszárdon. A szavazókörök jegyzőkönyv vezetőinek felkészítése is lezajlott. Fejlesztések Cikon. Folyamatosan fejlődik a völgységi település. Faültetés a gyerekekért. A kötődést akarják erősíteni Tolnán. Országos jótékonysági vadászat. Gyermekkórházaknak gyűjtenek december 27-én. Próbaválasztást tartottak Szekszárdon. A tolnai megyeszékhelyen november 13-án kerül sor időközi voksolásra a 4-es számú körzetben. Most a jegyzőkönyv vezetőket készítették fel. A helyiek, a kormánypártok, a Mi Hazánk és az ÉSZ jelöltjei közül választhatnak majd. A november 13-ai szekszárdi időközi választás főpróbája zajlik a helyi polgármesteri hivatalban. A munkában résztvevő jegyzőkönyvvezetőket már most felkészítették a voksolás menetére és minden szóba jöhető eseményre. Vannak statiszták, akik bejönnek, mint szavazó, választópolgár, és akkor ők érvényes vagy érvénytelen okmányokkal jelentkeznek, és kitöltik a szavazólapot, majd ezt követően bedobják az urnába, és ez alapján kitöltik a jegyzőkönyvet, és a kollégáim ezt ellenőrzik, hogy ezeket megfelelő módon töltik-e ki, és megfelelő módon történik a jegyzőkönyvnek a számszerű összesítése. A választók reggel 6 és este 7 óra között a Babits Mihály általános iskolában, a Mérei utcai óvodában és a Bezerédi István szakképző iskolában adhatják le voksaikat. Egy választókerületben lesz a választás, 5 szavazókörben fogják megtartani a választást. Összesen a választókerületben pillanatnyilag úgy látjuk, hogy 2747 választópolgár szerepel, és ők szavazhatnak. Reggel 6-tól este 7-ig érkezhetnek a megszokott helységekbe. A választók csak akkor szavazhatnak vasárnap, ha érvényes személyi okmányt mutatnak fel. Havi alapon 1,6%-os éves összevetésben 11,6%-kal javult a hazai ipar teljesítménye a Központi Statisztikai Hivatal szeptemberre vonatkozó első becslése szerint. Az ágazat a koronavírus okozta a drasztikus visszaesés után 2020 elejéhez képest is közel 10%-kal magasabb rekordszintet produkál. A havi bővülés az ukrajnai háború és a szankciós energiaválság ellenére idén május óta töretlen. Így kommentálta a Technológiai és Ipari Minisztérium a kedden megjelent előzetes adatokat. Kaszkadőr mutatvány gyakorlása során sérült meg egy tamási férfi. Egy haladó autó motor háztetejéről zuhant le, miután a sofőr fékezett. Az áldozat súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínelés során kiderült, hogy ő és a volán mögött ülő asszony is alkoholt ivott. A sofőrt előállították további mintavételre, és ellene büntető feljelentést tettek. Folyamatosan fejlődik Cikó. A településen 2 nagy beruházás is folyamatban van, átfogó vízrendezés zajlik, valamint épül a falut Mőcsénnyel összekötő új út is. Már kikotorták a patak egy részét a munkagépek. Cikón több mint 280 millió forintot költhet az önkormányzat a település vízelvezető rendszerének fejlesztésére. A beruházásra nagy szükség van, ugyanis egy-egy nagyobb esőzés során előfordulnak mindent elöntő villámárvizek. Mederkotrásra kerül sor, részlegesen mederburkolásra, hordalékfogó gátakat építenek, és egy nagyobb átmeneti tározó kerül kiépítésre. A külterületen emellett a Cikót és Mőcsényt összekötő út felújítása zajlik. Kátyúzás, új aszfaltkopó réteget kap az út, a patkák lesznek lenyesve, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni az útról, tehát teljes felújítás történik. A településen nemrégen egy új játszóteret is kialakítottak, azt saját forrásból finanszírozta az önkormányzat. A mezőgazdasági biztosítással foglalkozó társaságok 39,96 milliárd forintot fizettek ki az idei asszályokra, közel 8500 bejelentés nyomán október végéig, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Tavaly ugyanezen időszak alatt az összes növénybiztosítási kárbejelentés száma 7000 körül volt, a kárösszeg pedig 10 milliárd forintot tett ki, ebből hozzávetőleg 8 milliárd forint volt a jégkár.
A szokatlanul száraz nyár Tolna megyében is sok gondot okozott idén a mezőgazdászoknak, és jelentősen hozzájárult az élelmiszerek drágulásához. A vízmérők, a vízvezetékek és a szerelvények téliesítésére hívja fel a lakosság figyelmét a MaVíz, Magyar Vízi Közműszövetség. A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérő akna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlanok rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése miatt. Ugyanakkor a télen is lakott ingatlanoknál is fontos a vízmérő akna és azon vízvezeték szakaszok szigetelése, amelyek kevésbé védett helyen vannak, például pincében, falon kívül találhatóak, tették hozzá. Szükséges a kerti csapok víztelenítése is, valamint a telepített öntöző berendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert bár ezek fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítik őket, írták. A Virágos Tolnáért és Mözsért Egyesület kezdeményezésére ligetet alakítanak ki a mözsi temető tőszomszédságában. A zöld terület fáit azok a növények alkotják majd, amelyeket a szülők ültetnek megszületett gyermekeik tiszteletére. A kezdeményezésre első körben 15 család jelentkezett. Ezek a kaduk jelzik, hová kell majd ültetni a fákat azoknak a családoknak, akik jelentkeztek a Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport felhívására. A Tolnai Önkormányzat mellett dolgozó szervezet azt tűzte ki célul, más településekhez hasonlóan olyan parkot hoznak létre, melyben az itt született gyermekek tiszteletére telepítenek fákat minden esztendőben, erősítve ezzel a kötődést a szülőföldhöz. Ennek a ligetnek a megkezdésével, megvalósításával elinduljon egyfajta közösségi társadalmi kohézió is, ami segíti azt, hogy születendő gyermekeink és a családjaik érezzék azt, hogy a gyökereik itt vannak a szülőföldön, a településen és a hazájukban. A tervek szerint a ligetben nem csak növények kapnak majd helyet, hanem padok és sziklakert teszi majd otthonosabbá a területet. Az alig néhány hete megjelent felhívásra első körben 15 család jelentkezett. Valahol megérteti azt, hogy mindenki tartozik valahova, mindenki jön valahonnét. És aztán, ahogy mondja a mondás is, hogy ha jól emlékszem, egy latin mondás, hogy adjunk a gyerekeknek gyökereket és szárnyakat. Ez egy gyönyörű régi mondás, és én azt gondolom, hogy ez valahol itt kezdődik, aztán folytatódik az intézményeinkben, és felnőttként nyilván folytatódik a társadalmi életbe való beilleszkedésbe. A liget kialakításának első kapavágásaira a hétvégén kerül majd sor, a Tolnamözsi temető tőszomszédságában. Látványos csillaghullás várható a jövő héten Tolna megyében és az ország legnagyobb részén. Novemberben 18-áról 19-ére virradóan ugyanis nagy erejű kitörést produkál a Leonidák meteorraj, amelynek eredményeként akár óránként 100-nál is több hullócsillagot figyelhetünk meg a hajnali égbolton, közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A következő ilyen esemény 2032-ben várható. A kutatások szerint azonban a raj egy régi porfelhője idén is eltalál majd minket, így becslések szerint akár több mint 100 hullócsillagot is várhatunk óránként. Jól halad az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó szállásépítés Pakson. A kivitelező két egyenként 680 négyzetméteres épületet alakít ki a hozzátartozó úttal, parkolóval, sportpályákkal együtt. A két legnagyobb ingatlan közül az egyik acélszerkezete már elkészült. A szakemberek jelenleg a tűzgátló festésen dolgoznak, de emellett zajlik az út és a parkoló felületének kőfeltöltése és a homok elszárítása is. Gyermekkórházaknak gyűjtenek hazánkban december 27-én, ugyanis ismét sor kerül az országos jótékonysági vadászatra. Ez idáig 83 ezernél is több gyermeket gyógyítottak már, meg azok az eszközök, amelyeket a vadásztársadalom adományaként adtak át. A cél idén, hogy Tolna megyében is minél többen csatlakozzanak az akcióhoz.
December 27-én újra megrendezik hazánkban a jótékonysági vadászatot. A program 2013-ban indult Fejér megyében, azonban 6 év alatt 2019-ben országos rendezvényén nőtte ki magát. Az akció célja, hogy a befolyt adományokból gyermekkórházakat, osztályokat támogassanak. Országos szinten 124 millió forintot csatornáztunk a magyar egészségügybe, 22 egészségügyi intézményt támogattunk, ez minden esetben gyermekkórház vagy gyermekgyógyászati intézmény volt. 172 vadonatúj orvosi eszközt vásároltunk, mind a betegbiztonságot növeli, és a gyógyítási időt csökkenti. Ez idáig összesen 83 000-nél is több gyermeket gyógyítottak már meg azok az eszközök, amelyeket a vadásztársadalom adományaként adtak át. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondja, a cél idén, hogy a megyében minél többen csatlakozzanak az akcióhoz, ugyanis a befolyt összeget a Balassa János Kórház gyermekosztályának szállítja. Tolna megyében 64 vadászatra jogosult társaság létezik, és eddig azt láthattuk, hogy a dombóvári térségben volt egy vadásztársaság, aki magára vállalta ezt a jótékonysági vadászatot, de idén azt szeretnénk, hogyha minden évben lényegesen több vadászatra jogosult lenne, tehát a Paksi térségben, a dombóvári térségben, Szekszári térségben is lehetne alkalom jótékonysági vadászat. A december 27-i országos jótékonysági vadászatra december 20-áig lehet regisztrálni. Regionális híreink következnek. Segítség az egyesületeknek, alapítványoknak. Nem kell gépjármű adót fizetniük, ha kérik. Nem ismerte el bűnösségét az anya. Egy busz megállóban hagyta újszülött gyermekét. Tárt karokkal. Fesztivált tartottak horvát részvétellel Pécsen. Mentesülhetnek a gépjármű adó alól az alapítványok, egyesületek, ha azt bejelentik a NAV-hoz a megadott adatlapon. Ezt a kedvezményt évente kell újra kérni a megfelelő dokumentációval és feltételekkel. Erről tájékoztatott a Baranyai Adóhivatal szóvivője. Kedvezményt, illetve mentességet kapnak a NAV-tól az egyesületek, alapítványok, tájékoztatott a hivatal. Ez a lehetőség a gépjárműveiken keresztül érinti a szervezeteket. Az alapítványok és az egyesületek mentesülhetnek a gépjármű adó fizetés alól, hogyha az előző évben nem volt társasági adó befizetési kötelezettségük. A kedvezmény érvényesítéséhez minden évben be kell nekik nyújtani a GJ adó elnevezésű nyomtatványt elektronikusan az adóhivatal felé. Amennyiben ezt a nyomtatványt 2023. február 15-éig benyújtják az alapítványok, illetve az egyesületek, akkor arról külön határozatot nem fog hozni a hivatal, hanem rögzíteni fogja a saját nyilvántartásába a mentességet. Az alapítvány egyesület adatain kívül az érintettnek a mentesíteni kívánt gépjármű forgalmi rendszámát, alvásszámát, az adómentességre jogosító időszak kezdő és záró időpontját is meg kell adnia. Emellett nyilatkoznia kell arról, hogy a megelőző évben nem keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége. A mentesség csak a szervezet tulajdonában lévő gépjárműre biztosítható, nem elég üzemben tartónak lenni. Nem ismerte el bűnösségét az előkészítő ülésen az a 30-as éveiben járó nő, aki tavaly ősszel egy hideg, gyérforgalmú fonyódi busz megállóban hagyta újszülött gyermekét. A csecsemőre kutyasétáltatók találtak rá, így a babának végül nem esett baja. Az asszonyt 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérletével vádolja a Somogy megyei főügyészség. Bírósági tárgyalása várhatóan január végén lesz. Ha van olyan bizonyíték, amit nem vitatnak, hogy nem tudom én, mikor történt, valóban egy csomó minden, akkor azt kifejthetik, és akkor a bíróság abban nem fog plusz bizonyítást lefolytatni. Indítványozhatják bizonyíték kirekesztését is, ha úgy gondolja, hogy valamilyen bizonyítékot törvénysértő módon szereztek be a nyomozás során. Illetve még az a kérdés, és talán az legfontosabb, hogyha van olyan bizonyíték, amit ön szeretné, hogy a bíróság még szerezzen be, akkor azt most kellene megjelölni.
Tártkarokkal elnevezéssel rendezett első alkalommal horvát fesztivált a Szent II. János Pál plébánia közössége. Pécs legfiatalabb plébániájához filiaként Kökény is hozzátartozik. Az ottani horvát közösség népviseletéből és szőtteseiből rendeztek be kiállítást, valamint az új bort és a borászati kellékeket is bemutatták. A fesztivál részeként kétnyelvű szentmisén is részt vehettek a hívek az ANK Művelődési Ház színház termében. Szent II. János Pál pápa lett a védőszentje a 2019-ben alapított új plébániának Pécskertvárosban. Alapítása óta folyamatosan bővül a rendezvények és a közösségek száma. Hétvégén első alkalommal rendezték meg a Tártkarokkal fesztivált az ANK Művelődési Házban, melyen a családok, a gyerekek és az idősebbek is találtak programot. Arra gondoltunk, hogy bemutatjuk az egyházközségünket, hogy mélyebben megismerjék az itt élők, a városban élők, és a horvátság, a horvát testvéreink mutatkoznak be, akik az egyházközségben élnek, legfőképpen a kökényiek, hiszen ez egy horvát falu. A kökényi horvátok népviseleti és szőttes bemutatóval készültek, valamint az idei új bort és a hagyományos borászati kellékeket is elhozták. Válogatás törölközőből, válogatás ágytakaróból, asztalterítőből és némi ruházatból is, de ugye a fellépőkön is rajta lesz ez a Pécs környéki horvátoknak a jellegzetes ruhája, kimondottan kökényi, most mondjuk úgy kökényi ruha, meg hát a gyerekek, akik fölléptek, ők is zömében ilyen ruhában léptek föl. Ez a saját ruhám, és fellépésekre szoktam felhúzni. A fesztivál részeként kétnyelvű szentmisén is részt vehettek a hívek az ANK Művelődési Ház színház termében. Tudom azt, hogy nem lehet ez teljes horvát mise, hanem hát egy kicsit úgy poénosan azt szoktam mondani, hogy ez ilyen kendermagos, tehát horvát és magyar elemek is lesznek benne. Az mindenféleképpen dicséretes és szép dolog, hogy itt Pécsen hát nem felejtik el, hogy itt vannak horvát anyanyelvek, akik betelepültek ugye a horvát községekből. A szentmise után a hagyományokhoz híven a plébánosok megáldották az új bort. Évad záró tekerésre várta a bringásokat a napokban a Kaposvári Zsota Kerékpártúra Egyesület. Az országos szinten is elismert szervezet égiszei alatt most nagyjából 70-en kirándultak közösen. Hetedik alkalommal rajtolt el Kaposvárról a Zsota Kerékpártúra évad záró biciklis kirándulás. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvényen a borongós idő ellenére is nagy létszámban jelentek meg az ország minden részéről érkező bringások. A kerékpártúránkon 80 és 100 fő között szoktunk részt venni, ez függ természetesen az időjárási körülményektől. Most ez a kicsit ködös, borús időjárás azt gondolom, hogy nem tántorította el annyira a résztvevőknek a kedvét, így elég szép számmal fogunk részt venni az idei szezonzárunkon is. A résztvevők között a tapasztalt kerékpárosok mellett a hobbi bringások is képviseltették magukat, de sokan gyerekeikkel együtt jöttek a túrára. A hangulat a nagy létszám ellenére is kellemes és családias volt. Zsota túrán már többször voltunk, most ezen a záró rendezvényen először veszünk részt, most tudtuk megoldani, lejöjjünk, és nagyon örülünk, hogy találkozhatunk végre olyan barátokkal, akikkel a túrákon ismerkedtünk meg, és itt most újra össze tudunk futni. Az idén záró túra bringásai Kaposvárt elhagyva Juta, Hetes és Mezőcsokonya érintésével jutottak el Kiskorpádra, ahonnan a kiadós ebédet követően Kaposfőn, Kaposmérőn és Kaposullakon áthaladva tértek vissza a Somogyi megyeszékhelyre. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit még egyszer. Időközi választás Szekszárdon. A szavazókörök jegyzőkönyv vezetőinek felkészítése is lezajlott. Fejlesztések Cikon. Folyamatosan fejlődik a völgységi település. Faültetés a gyerekekért. A kötődést akarják erősíteni Tolnán. Országos jótékonysági vadászat. Gyermekkórházaknak gyűjtenek december 27-én. Csütörtökön eléri térségünket egy gyenge hidegfront. Erősen felhős, borongos idő ígérkezik, elszórtan kisebb esőkkel, megélénkülő északnyugati széllel.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességgel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!